A szerb és a magyar határ menti régióban 180 hektáron sikerült visszaszorítani a parlag fűterjedését, így a levegőben levő pollen koncentrációja is jelentősen csökkent. Uspostavili smo dve automatske merne stanice, jedna se nalazi kod vizitorskog centra Palić-Ludaš, druga se nalazi u naseljenom mestu Kanjiža. Takođe, uradili smo analizu banke semena kako bi se u nekom narednom periodu pokazalo svrsishodnost ove akcije, odnosno načina koji su zbijati invazivne vrste. Az elmúlt 20 év éghajlatváltozása miatt a Kárpát-medencében számos új, agresszív gyom jelent meg. Magyarországon is hatalmas problémát jelent a parlagfű terjedése, ezért a Neumann János Egyetemen a megsemmisítésének a lehetséges módozatait vizsgálják. Mi háromféle védekezést csináltunk a parlagfűvel szemben, kaszáltunk bioherbiciddel és kémiai védekezést folytattunk, és a dr. Pödös Endre által kifejlesztett bioherbicid volt a leghatásosabb védekezési mód, hogy azt tudom javasolni, hogyha itt esetleg lesz erre kereslet, akkor próbáljuk meg itt a határon túl is kipróbálni ezt a bioherbicidet, hogy milyen hatása van a parlagfű elleni védekezésben. A parlagfű pollenje jelentősen befolyásolja az emberek egészségi állapotát, hiszen sokuknál allergiás reakciót vált ki. Bránkica Tabak, tartományi környezetvédelmi altitkár kiemelte, hogy a pollenfogó csapdák fontosak a gyomok elterjedésének meghatározásakor. Ukazala je na činjenicu gde u buduće treba voditi računa i gde ih treba bukvalno uništavati, da to tako kažem. I samim tim onda osiguravamo stanovništvo, jer to i jeste bila suština ovog projekta, da se unapredi zdravstveno stanje, ovaj put pogranično područje, jer je međuregionalna saradnja, odnosno međunarodna saradnja u pitanju. A programban résztvevők azt szeretnénk, ha a jövőben a tartomány többi területén is hasonló méréseket végeznének, és megfékeznék a gyomok terjedését.